Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben én megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A Fáraó Bútor csapata nyerte a 12. Bicskei Bertalan emléktornát. Nyíregyházán rendezik meg az U20-as lány röplabda bajnokság döntőjét. A kosárlabda játszotta a főszerepet vasárnap a Korányi Streetball pikniken. Sikeres németországi túrán van túl a Filó Ese U10-es futballcsapata. A nyíregyházi Fáraó Bútor csapata nyerte a 12. Bicskei emléktornát, miután a döntőben 4-2-re legyőzte a Kispesolmét csapatát. A Gergelyi Ugornyai Sporttelepen 8 több korábbi válogatott futballistát felvonultató együttes lépett pályára. 4-5 csapat szokott lenni, és hát azt gondolom, hogy a Honvéd, aki a Berci bácsot, mint játékos, mint edző ott volt, jelen van, ennek nagyon örülök. Természetesen színész újságíró váltott nagy megtiszteltetés. Hát meg az, hogy most egyszer két pályán tudunk járni, egy csodálatos környezetben, füves pályán, ami megint azt jelzi, hogy ez egy picit rangosabb, egy picit nagyobb méretű a torna. A sporton, a futballon kívül miről szólnak még ezek az összejövetelek? Arról szólnak, hogy felemítjük a régi idő dolgait, barátságokról. Azok a esetleg meg nem értett szituációk, amik még mindig előjönnek, és már 150-szer végtárgyaljuk. Hát meg a jókedvről szól, tehát ez egy óriási dolog, hogy együtt lehetünk. Ez egy barátságos torna, egy emléktorna, de azért, aki futballozott valaha tudja, hogy senki nem szeret úgy lejönni a pályáról, hogy vereséget szenvedett, mekkora presztízse van egy-egy helyezésnek, győzelemnek ezen a tornán. Ameddig meg nem kezdődik a torna, addig mindenki, hát itt fáj, ott fáj, majd így lesz, majd most megkezdődött a mérkőzés, és látszik, hogy mindenki véremenő csaták vannak, pont az egyik kapusnak kicsattant a feje, tehát itt verseny van, igen. 8. alkalommal adott hont Vásáros, nem én most egészen pontosan Gergely Ugornya a Bicskei emléktornának. Milyen helyet szerepet foglal a város életében ez a országosan is egyedülálló rendezvény? Vásáros egy sportos kisváros, hiszen 3 település részen rendelkezünk, és ennél is sokkal több csapattal, akár csak a labdarúgó csapatok tekintetében, hiszen a Vitka Ese a Megye 3-ban, Gergely Ugornya Ese a Megye 2-ben, míg a Namény Ese a Vélemény csapata pedig a megyei első osztályban játszik. Ennek tükrében nagyon komoly kötődés van a város valamennyi település részére a labdarúgáshoz. Épp ezért gondoltuk azt, hogy a általunk 8. alkalommal szervezett tornát, amelyet ugye Krizán Sándor fémjelez, a 84-es ifjábbit nyert csapat tükrében, kihozzuk ide Gergely Ugornyára, hiszen egy csodálatos környezetben felújított pálya mellett gyönyörű öltözőkkel és friss levegőn tudjuk a mostani tornát megszervezni, hiszen az előző két torna, vagy az előző két helyszín, hiszen volt, amikor a sportcsarnokban tudtuk megtartani téli időszakban, decemberi holt szezonban, akkor annak az volt a varázsa. Ugyanakkor az elmúlt két esztendőben az Ötvös Iskola műfüves pályán szerveztük a tornát, de úgy gondoltuk, hogy mivel több csapat van, nagyobb a mozgástérít, ide hozzuk ki ezt a mai eseményt. Számunkra fontos, hogy mind Záhonyból, mind a Berekből is vannak olyan csapatok, amelyek ilyenkor megmérettettek a 84-es ifjábbit nyert csapattal. Itt van a Honvéd Öregfiúk csapata, a színész és újságíró válogatott. Tehát nagyon széles a repertoár, ugyanakkor mindenkit barátsággal és szeretettel várunk erre a tornára, hiszen azt hiszem, hogy jövőre is ott lehetünk a szervezők között, és jövőre már közeledünk a 10-es számhoz, hiszen jövőre a 9. tornát szervezhetjük meg. Alelnök úrnak játékosként, edzőként, sportvezetőként volt van köze a futballhoz. Ez a Bicskei emléktorna milyen helyet foglal ebben a sorban? Egy nagyon komoly helyet és egy nagyon fontos helyet, és örülök annak, hogy már 12. alkalommal sikerült ezt megszervezni itt Berekben, Vásárosnaményben, most éppen ugye Gergely Ugornyán. És köszönet elsősorban a szervezőknek, Krizán Sándornak, Filip Sándornak és mindenkinek, aki Bicskei Bertalannak az emlékét ápolja és élteti, mert azt hiszem, hogy ezen van a fő hangsúly. És valóban a foci az egy nagyon fontos szelete az én életem. Is. Én a megyei futball elkötelezett híve voltam és vagyok, és jól érzés látni azt, hogy most egy olyan futballpályán vagyunk, ahol valóban nagyon sokat fektetnek abba, hogy itt élő és valóban jó színvonalú labdarúgás legyen. És úgy gondolom, hogy a mai nap egy örömünnep, hiszen olyan csapatok vállalták el a mai napon a Bicskei Bertalan emléktornán való részvételt, akiket akár ismerünk televízióból, sportpályáról, vagy éppen csak itt a Berek közéletéből, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszajelzés mind a szervezőknek, mind pedig a sport
sportszerető nézőknek, hogy valóban a futball, Bicskei Bertalan az valóban olyan része azért a magyar sportéletnek, amelyre büszkének kell lenni, és amelyet évről évre meg kell ünnepelni, és ezáltal is azért egy olyan utat mutatni az utánunk következő generációnak, amelyben a sportszeretet az mindenképpen előjár. Talán nem járok messze az igazságtól, azt mondom, hogy életkoránál fogva képviselő úrnak már lehet emlék a 40 évvel ezelőtti IFEB győzelemről, ha vannak milyenek. Igen, mondjuk kimondva elég soknak tűnik, hogy 40 évvel ezelőtt volt. Középiskolások voltunk, nekem osztálytársam volt Drobny Miklós és Nemes Sanyi, mind a kettő ismert nyíregyházi focis körökben, és hát természetesen Krizán Sanyit is ismertem, hiszen a fiúk a négyes iskolában Tóth János edzősége alatt kezdtek ismerkedni a labdarúgással, tehát ha visszaemlékszem, és ha jól emlékszem vissza, akkor természetesen középiskolásként figyeltünk erre a meccsre. Ráadásul azért is, mert akkor már olyan időket éltünk, amikor azért lehetett egy kicsit talán bátrabban beszélni, ha más nem szűkebb körökben, azért a szovjetek elleni meccs az mindig a szovjetek elleni meccs volt, és hát olyan közeg is volt, ahol a magyar válogatott is jól szerepelt, és azért Nyíregyházán nagy kultusza volt akkoriban a focinak, hiszen a temesvári csapatot is föl tudjuk sorolni nagyon sokan, és hát örülünk annak, hogy a Spari ismét újra NB1-es lett, és azt meg külön köszönjük, hogy tényleg, hogy a megnyitóban megfogalmazták, Krizán Sanyi egyfajta motorja ennek, hogy minden évben a Bicskei Emléktorna megrendezése kerüljön emlékezve a kapitányra. Ez egy méltó közeg, és jó találkozni olyan játékosokkal, akikre mi fiatalként vagy kamaszként annak idején fölnéztünk, mondjuk Kovács Kálmánt említsen meg, de a többieket is lehetne sorolni, és jó hangulatú, sportszerű mérkőzések szoktak lenni. Nem tudom, kinek mi maradt meg a 84-es EB-ből és a döntőből. Ha jól emlékszem, egy nap előtte derült, hogy adja a magyar televízió, de talán az a jelenet, mikor rohansz a utolsó 11-es után sok mindenkinek. Neked megvan még, anélkül, hogy visszanéznéd? Igen, természetesen. Hát nem gondolkodtam, de azóta egy a személyemhez köthető mozdulatokat próbáltak utána, természetesen nem tudták tökéletesen, hogy jobb kar, már majdnem felrepültem, és közben futok a félpálya környékén. Igen, megvan. Úgy indultatok neki az EB-nek, hogy előtte, mint Kálmán Kovács Kálmán elmondta, az előző 8. volt a csapat. Mennyire jött meg menet közben az éjszakai, és mikor kezdtétek el elhinni, hogy ebből bármi lehet? Teltház előtt léptetek pályára döntőben a szovjetek ellen. Igen, több mint 70 ezer. Ahogy telnek az évek, úgy növekszik a létszám is. 78 ezer néző előtt játszottunk, így van. Hát a kérdésre válaszolva szerintem a legtöbbünk fejében az volt, hogy mérkőzésről mérkőzésre mentünk. És amikor természetesen már ott voltunk a döntőben, hát akkor kilép úgy pályára, hogy ne akarja megnyerni. De előtte nem beszéltünk arról, hogy úgy megyünk ki, hogy na, mi vagyunk a nagy esélyesek. A EB után gyakorlatilag minden nyíltuk ismert lett, és még az is felmerült, hogy egyben tartva a válogatottat, majd a nagy válogatottként hasonló sikereket ér el. Te személy szerint és a játékos társait befutották azt a pályévet, ami bennetek volt? Eredményességben szerintem nem, de a nagy többség, annak a keretnek a nagy többsége válogatott lett, első osztályba játszott, külföldre, nagyon sokan külföldre is eljutottunk. De azt gondolom, hogy a maximális teljesítményt, mint egyének, mint csapatban nem tudtuk kihozni. Most mennyi közöd van a sporthoz, a futballhoz? Újpesten a második csapatnál vagyok, nevezük pályaedzőnek, Mundi Viktor vezetőedző, és mellette főleg a védőkkel foglalkozom. Péntektől vasárnapig Nyíregyházán rendezik meg az úszaslány röplabda országos bajnokság döntőjét. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrum az MTK Budapesttel és a Békés Csabával került egy csoportba. Az alapszakaszt megnyertük, a középszakaszban két vereségünk volt, tehát egy 24-2-es arányba első helyen kerültünk be az országos hatos döntőbe. 6 csapat lesz, gondolom az ország 6 legjobb csapata olyan játékosokkal, akik már az extraligában is játszanak, milyen esélyekkel léptek pályára, és hogy néz ki a nyíregyháziak csoportja? Igen, itt már ugye azok a játékosok is szerepelnek, akik, amint mondtad, extraligába, illetve NB1-be játszanak. Kicsit változik így a játékos keret a középszakaszhoz, illetve az alapszakaszhoz viszonyítva, tehát hogy vannak olyan játékosok, akikkel mi az évközben nem találkoztunk. Nálunk mindenki játszott, majdnem mindenki végig tudott játszani, csak betegség miatt maradtak ki az extraligás játékosaink az U20-as bajnokságból.
és mivel a csoportbeosztás pedig a helyezések szerint alakult ki, tehát mi az MTK-val és a Békés Csabával kerültünk egy csoportba, illetve a másik csoportban van az Újpest, a Szent Benedek és a Szeged. Úgyhogy mindenki felnőtt csapatban is játszó játékosokkal is tud jönni a hétvégére. Hogyan néz ki a lebonyolítás? Gyakorlatilag pénteken lemennek a csoportmeccsek. Ez az elég húzós napunk lesz, hiszen mindenkinek két mérkőzése van. Itt már azért nagyon komoly mérkőzések lesznek, biztos, hogy lesz benne csúszás. Tehát az időrendünk az megvan, de természetesen nem biztos, hogy belefél a másfél órába egy ötszettes mérkőzés. A miénk a harmadik, illetve az ötödik mérkőzést játsszák. Csoport elsők azok már négy között vannak. Szombaton a csoport másodikok az ellentétes csoport harmadikjával játszik egy keresztjátékot, annak a győztesei kerülnek be a négy közé, aminek szombat délután lesz az elődöntők. Az elődöntők, és akkor vasárnap pedig a keresztjáték vesztesei az ötödik helyért, az elődöntők vesztesei a harmadik helyért, és az elődöntők győztesei játszanak az első helyért. Kiírás szerint mikor léptek ti pályára pénteken, meg gondolom sokan kíváncsiak azért a mérkőzésekre. Igen, mi a 12 óra 30 percre van kiírva a mérkőzésünk, de ez vélhetően lehet, hogy lesz benne egy fél óra, egy óra csúszás, illetve a délutáni meccsünk az 16:30-ra, de hát ezt én úgy gondolom, hogy ilyen 18 előtt valószínűleg nem fogunk ott akkor pályára lépni, és a szombati mérkőzések ez mind ennek a függvénye. Bízunk benne, ha csoport elsők vagyunk, akkor szombaton a 7 órakor az utolsó meccs, amit miénk. Gondolom van egy minimális célkitűzés és egy maximális célkitűzés, akár hivatalosan, akár csak a lányok között, vagy a szülők szurkolók részére egy elvárás, te mivel lennél elégedett? Én azt gondolom, hogy ha éremért tudunk játszani, akkor elégedettek lehetünk ezen a hétvégén. Én úgy gondolom, hogy ez nem maximális elvárás a lányoktól, akkor lennénk a legboldogabb, hogyha sikerülne ezt megkoronázni, ezt a hétvégén is aranyérem kerülne a lányok nyakába. Ehhez mindennek klapkolnia kell a hétvége folyamán, extrán kell teljesíteni azokon a ominózus mérkőzéseken, a lányokban ez benne van, azt ígérték már korábban nekünk az egész csapat, hogy ők mindent meg fognak tenni a mérkőzéseken, úgyhogy én azt várom, hogy örömjáték legyen, és aztán érem kerüljön a nyakunkba. Lesz-e belépődíj, vagy pedig jöhetnek a szurkolók minél többen? Ez egy ingyenes rendezvény, úgyhogy várunk minden röpavda szerető barátot a mérkőzésekre, hiszen ahogy mondtuk, ugye a csapatban négy extraligába játszó csapattagjaink vannak, akik ugye a bajnokság folyamán kevesebbet játék lehetőséget kaptak, itt most ők húzó emberek lesznek, és szurkolhatnak, de én úgy gondolom, hogy minden csapatnál jó játékosok lesznek, úgyhogy jó meccseket láthatnak. Természetesen a kosárlabda játszottó főszerepet Nyíregyházán vasárnap a korányi streetball pikniken, a Nyíksi által szervezett rendezvényen két helyszínen számos kísérő program is várta a családokat. 2019-ben először, mint jósavárosi streetball piknik került ugye meghirdetésre. A verseny aztán a Covid alatt nem nagyon tudtuk, illetve ilyen zárt körű Nyíkse napot csináltunk, hiszen a Nyíkse a szervezője ennek a családi napnak, gyermeknapnak, hiszen most ez gyermeknapra is esik, és ennek a streetball fesztiválnak. Most két helyszínen először, hiszen a Törpe utca melletti tér, ahol szintén vannak nagyszerű streetball pályák, szóval ott adott hont a családi küzdelmeknek, és itt a többi korosztályos küzdelemnek a Bánki iskola udvarán. Most gondoltunk a kicsikre is, hiszen gyermeknap révén nagyon sok ugráló, trambulin, az EAK Nonprofit Kft.-nek a környezettudatos játékai, ezek is itt vannak a helyszínen. Valamint egészség megőrző szűrések, aztán vitaminszínmérés, vércukorszínmérés, újraélesztés, tanfolyam, és ki lehet próbálni olyanokat, mint a részegszemüveg, vagy hogy milyen kábítószer hatása alatt, milyen nehéz koordinálni,
koordinálni a mozgásunkat, és adott esetben kosárra dobni. Az időjárása nem lehet panasz a résztvevők számára? Szerintem abszolút jók vagyunk résztvevőkben, egy kicsit csúsztunk is a kezdéssel, hiszen még 10 óra után is jöttek a nevező csapatok, és így többször a sorsolást át kellett írni. Na de hát így két helyszínen 6 pálya van, úgyhogy 6 pályán nagyon gyorsan bonyolódnak a mérkőzések és zajlanak, úgyhogy hál' Istennek van terület, nagyon sok kosárlabda pályán lehet gyakorolni, dobóversenyeken indulni és a csapatküzdelmekben részt venni. Így május végén már lehet egy pici mérleget csinálni a lassan mögöttünk álló idényről. Milyen évet, milyen idény zár a Nyisse? Nagyon jó idény zár az utánpótlás terén, amiben már évek óta komoly energiát és munkát fektetünk. Nagyon jó edzőkkel, komoly és egyre komolyabb szaktekintélyű edzőkkel, akik például most is nem tud itt lenni az U11-es csapatunk, az őszüleik, hiszen Sopronba vesznek részt az országos dzsamborin, ahol a legjobb 8-ba is beférnek, ahogy így az edző mondta, ahol több csapatban játszanak szétosztva, de nagyon tehetséges, és Bush Jácint, az egyik fiatal U11-es tehetségünk például még a dobóversenyt is megnyerte Sopronban most, úgyhogy tényleg nagyon örülünk, az U12-es csapatunk az országos szakmai tornát játszott, ott itt Nyíregyházán rendeztük az egyik 4-es csoportot, és abba is bekerültünk, tehát ők is az ország legjobb 16 csapata között vannak, valamint az U14-eseink is a regionális helyosztóban a második helyet szerezték meg, úgyhogy azt gondolom, ez is egy nagyon szép eredmény. Két tavasz esemény talán érdemes kiemelni, az egyik, hogy együttműködési megállapodást kötöttetek a DVT-kkel, a másik pedig, hogy sikerült kitekinteni a nemzetközi porondra és a szarajevói torna révén. Így van, a szarajevói torna, az roppant büszkék vagyunk rá, U12-es csapatunk vett részt, és megmérettettük magunkat, hogy utánpótlás terén vajon a nemzetközi szinthez képest hol vagyunk. És megnyugtatással mondhatom, hogy jók az irány, jól küzdöttünk, és ott 30 csapatból a 9. helyet sikerült megszereznünk. Pár ponton múlott pontkülönbség, hogy nem jutottunk a legjobb 8-ba, de én azt gondolom, hogy ez ahhoz képest szép siker, hogy azt gondoltuk, hogy hát lehet, hogy csak pofozógépnek megyünk, és meglátjuk, hogy a szerb, a horvát, a bosnyák és az olasz, német csapatok között hol a helyünk, de azt gondolom, hogy szép tisztes helytállás volt. A DVTK-val kötött együttműködési megállapodásunk pedig a lányvonalat érinti, hiszen a lányoknál az országos szinten is most már magyar bajnok és az Euroligában résztvevő komoly akadémia, ugye a DVTK, akik az utánpótlás nevelést nagyon professzionális szinten művelik, és bízom benne, hogy ebben mi is részesei lehetünk, vagy a mi lányaink is részesei lehetnek egy-két éven belül. Már elindul itt is a kiválasztás, az ottani szakemberek figyelemmel kísérik a mi szakembereink munkáját és az itteni fiatal tehetségeket, és reméljük, hogy egyre több lány csatlakozik majd a Nyikséhez, és adott esetben egy pár éven belül a DVTK nagy csapatába is üdvözölhetünk olyat, aki itt kezdett kosárlabdázni. Talán ezzel kellett volna kezdeni, ha már családi nap. Létszámot tekintve mennyi gyereket, mennyi játékos, mennyi edzőtől el fel a Nyikse család? Hát a Nyikse család az 240 gyereket, tehát utánpótláskorú játékos tölel fel, illetve ugye vannak felnőtt csapataink, hiszen a megyei bajnokságban még veretlen a felnőtt csapatunk, és az MB2-ben a harmadik helyet sikerült megszerezni a küzdelmek során. Úgyhogy azt gondolom, hogy felnőtt vonalon is ott vagyunk, egy szép nagy családról lévén szó. Sok edzőre is van szükségünk, úgyhogy így például 8 edzővel, több szakedzővel is dolgozunk, úgyhogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb a szakmai sikerek az utánpótlás vonalon egészen a felnőtt vonalig fognak majd érni. És nyilván szeretnénk hozzájárulni a nagy csapat sikeréhez is, Nyíregyháza első számú csapatának sikeréhez, hiszen a jelenleg NB1B piros csoportban szereplő Blue Sharkshoz is bízunk benne, hogy előbb-utóbb nagyon sok nyiksés fog csatlakozni. Sikeres németországi túrán van túl a Filóese U10-es futballcsapata. A nyíregyházi fiatalok első magyar együttesként vettek részt a frankfurti rendezvényen. Mi voltunk az első magyar csapat, aki az országot tudta képviselni ezen a tornán. Ez a torna meghívásos formában történik. Egy német csapat által lettünk meghívva erre a tornára, és így sikerült kijutnunk egy éves szervezés után. Hány korosztálynak rendeznek itt mérkőzéseket, és az U10-ben hány csapattal kellett felvennetek a versenyt? Ezen a tornán U9-től U13-ig voltak megrendezve a mérkőzések, és a mi korosztályunkban 26 csapat szerepelt.
hogyan szerepeltetek, ki kell léptetek pályára? Különböző nemzetiségű csapatok ellen játszottunk, most így per pillanat a legnagyobbakat tudnám mondani, akikkel szerepeltünk, az a Heidenheim, akinek olyan Bundesliga csapata van, a Frankfurt, akinek olyan Bundesliga csapata van, vagy a Salzbrücken, amelyik Bundesliga másodosztályú csapattal rendelkezik, és több német akadémiában mértük össze a tudásunkat, és ami a szereplésünket szerintem nagyon sokat elmond, két csapattal indultunk a tornán, az U10-es korosztályunkban. Az egyik csapatunk a csoportjában a negyedik helyezést érte el, így az ezüstágra került, mert volt aranyág, ezüstág és bronzág, és az ezüstágot végül sikerült megnyernie. A másik csapatunk a csoportjában második helyezést érte el, és így sikerült az aranyágon egészen a bronzéremig menni, ahol a házigazda a Frankfurt csapatával egy hatalmas csatában értünk el 2-2-t, és majd büntető párbajban sikerült megszereznünk a bronzérmet. Mekkora élmény volt ez a torna a gyerekek és az edzők számára, és gondolom, hát szülők is voltak, mivel 10 éves gyerekekről van szó a szülők számára. Igazából ez egy óriási élmény volt, ez mindenkinek. Azt tudom elmondani, hogy egy 68 fős delegációval érkeztünk meg Frankfurtba, ami óriási, és miután mind a két brigád lejátszotta a maga kis döntőjét, azután még azt tudom elmondani, hogy még a buszsofőrök is sírtak, akik velünk voltak. Tehát ott szülő, gyerek, edzőt, az érzelmek előjöttek mindenkiből, ez egy óriási élmény volt. Szülőknek, gyerekeknek, és nekünk felfoghatatlan volt minden. Lesz-e folytatás, hogy szó volt-e róla ilyen szereplés után, hogy jövőre is várnak benneteket? Több német csapat telefonszámokat cseréltek, aki nekünk segített a szervezésben hölgyel, az Imre Biancával, és még ami nagyon fontos, hogy a frankfurti játékos megfigyelők három mérkőzésünket is felvették, és több gyereket is figyelnek a csapatunkból. Te már egy éve dolgozol ezekkel a gyerekekkel, milyenek ezek a 10 éves srácok? Számomra ez egy külön világ volt, mert eddig csak nagyobb korosztályokkal dolgoztam és felnőttel, de én nagyon boldog vagyok, hogy itt lettem ezt az egy évet ezekkel a gyerekekkel, meggyőztek arról, hogy akár szülők nélkül is nagyon fegyelmezetten tudnak viselkedni az utazás során, a szállodába. Tehát engem boldoggá tettek, úgy viselkedésükön, mint az eredményességükben. 10 éves gyerekek mennyire éhesek a tudással már azt számítettet, hiszen már ennek a korosztálynak is a kezében ott vannak a laptopok, telefonok, itt viszont dolgozni kell ilyen időben is, mikor tűz a nap, meg olyankor is, amikor mondjuk esik a havas eső. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert elég szép létszámmal dolgozunk. Ezek a gyerekek télen-nyáron itt vannak, kint vagyunk a szabadtéren, nem vagyunk csarnokban, nem vagyunk sátorban, mi kint dolgozunk. Tehát megértették a szülők, persze természetesen anyuka nagyon félti a gyerekét, de hát rá kell erre nevelni, hogy előbb-utóbb férfi lesz, és meg kell küzdeni időjárással, és mindenféle viszony, ami az életben elünk sodorol. Az időjárás, vagy az ellenfelek, vagy itt meg kell szokni, hogy pályára lépünk, és akkor eredményesek kell lennünk. Ez a korosztály milyen rendszerben szerepel a bajnokságban? Ugye az évad végéhez közelítünk, hogy néz ki a 2023-24-es idény? Ezek a srácok még a Bozsik programunk keretén belül versenyeztetve vannak. Tehát itt a 6+1-es játékrendszerben játszunk, már keresztül a félpályán. Nagyon szépen, az a igazság, hogy engem meglepett ez a német túra, mivel ezekben az országokban másképp, tehát a kapus a hazaadott labdát fölveheti, nincs les, nálunk teljesen Magyarországon más, a bedobást a földről végezzük, ott kézből, tehát egy picit bezavarosodtunk, és így szó szerint, de hát úgy átvészeltük, és aztán nagyon eredményesen, én úgy érzem, hogy az erőnket felülmúlva teljesítettünk ezen a tornán. Sokan emlékeznek arra, talán még én is, amikor a Filó ese megalakult, talán még csak a csarnokra is, talán egy vagy két csapattal. Most hol tartotok? Most minden korosztályban van játékosunk. Gyakorlatilag 7-től 19-ig 12 korosztályt versenyeztetünk, plusz beindítottuk a 17-19 éveseknek a felnőtt, megye 2-vel játszunk, úgyhogy most már 13 csapatot versenyeztetünk.
Milyen az infrastruktúrális helyzet? Sajnos ezt kicsikét növelni kell. Van egy nagy műfűes pályánk, van egy csarnokunk és egy sátrunk. Most már ezt kinőttük. Hál' Istennek a támogató pályázatokon keresztül nyertünk egy nagy műfűes pályát, amit az idén nyáron elkészítünk. Saját erőből csinálunk egy fűes pályát, és most van beadva egy újabb nagy műfűes, tehát gyakorlatilag, ha minden jól jön, akkor decemberre plusz három nagy pályánk lesz. Mennyire vonzó a Filogesi, a nyíregyházi gyerekek, vagy inkább azt kérdezem, hogy nyíregyházi szülők körében, mert ugye ők hozzák ide a legkisebbeket. Igen, szülő nélkül nincs gyermekfutball, tehát az az igazság, hogy egy családias környezet, és igazán szeretnek ide járni. Az az igazság, hogy itt nem biztos, hogy mindig csak a versenyzése, hanem neveljük őket, megpróbáljuk az életre is úgy nevelni, hogy az jó legyen, és azt mondják a szülők, hogy imádnak ide járni a gyerekek. Lassan vége a tanévnek, nyára terveztek-e különböző táborokat? Igen, gyakorlatilag az edzések a nagyoknál 12-13-án vége, a nagypályás bajnokság, a kicsik azok végig csinálják 22-ig, mert még 22-én, 23-án Szoboszlón 4 korosztályunk is szerepel tornán, tehát a kicsikkel tovább megyünk, de a többiek azok 12-13-14-én leállnak, és július 22-én kezdünk, közben július 24-től két turnusba tábort, nyári tábort szervezünk, két hét, általában úgy van, hogy az első turnusban többen 60-80 gyerek, a másodikban 50-60 gyerek szokott szerepelni, és nem csak filós, hanem külsősöket is beveszünk. Ennyi fért a mai sportszelepbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!